barátom Jézus. Kedves gyerekek, a mai történetben Jézus imádkozni tanít minket. A történetben egy családról van szó, ahol a gyerekek sűrűn vitatkoznak egymással. Néha azon, hogy ki a szebb, néha azon, hogy ki a jobb, néha azon, hogy ha jót tesznek, akkor kié a nagyobb jó, amit tettek. Aztán a másikuk észreveszi, hogy képmutatásból, ami azt jelenti, hogy azért teszi a jót, hogy mindenki lássa, vagy dicsérje, hogy azért imádkozik valaki, vagy azért tesz jót. Az édesanyja pedig hallgatózik, belép, és segít a gyerekeknek megérteni azt, hogy mi is az imádság, és hogy Jézus hogy tanította a régieket is imádkozni. A vita közben anyuka belépett. A gyerekek egyből elhallgattak. Anyjuk pedig leült a kanapéra, és mosolyogva tárta két karját gyermekei felé. Valamit nagyon félreértenek az én kis drágáim, de mindjárt megbeszéljük. Kíváncsiak vagytok, hogy mit gondol Isten az imádságról? A gyerekek megenyhülve bólogattak, majd édesanyjuk mellé kuporodtak. Amikor Jézus itt élt a földön, megdicsérte a képmutatókat? Erre persze nem várt választ. Aztán folytatta. Tudjátok, kik a képmutatók? A képmutatók azok az emberek, akik azt színlelik, hogy jók, amikor nem is azok. Most már egyik gyerek így megértette, és összekapcsolta azzal, amit Biblia órán hallott. Bizony így van, mondta édesanyjuk. A farizeusok nagyon-nagyon vallásosnak mutatták magukat. Gyakran megtették, hogy egyszer csak megálltak az utcasarkon, az ég felé emelték kezeiket, és áhítatosan mormolták az imát. Így mindenki azt hihette, hogy mennyire komoly Istenfélők, de Isten, aki mindenki szívébe belelát, tudta, hogy ez csak magamutogatás, nem őszinte szavak voltak ezek. Mint az én karácsonyi imádságom, mondta váratlanul Kristóf, az egyik gyermek. Igen, igen, és az én adakozásom is, toldotta meg a másik gyermek megenyhülve, és így már összetudtak nevetni. Anyukájuk megpuszilta őket, és kedvesen folytatta. Reméltem, hogy magatokra ismertek. Látjátok, ha szívvel figyeltek, akkor a Szentlélek segít nektek eligazodni, hogy magatokat és mást se csapjatok be. Isten egyformán szeret minden embert. Azt szeretné, hogy olyan békében és szeretetben éljünk mindannyian, mint a mennyben az angyalok. De nekünk ezt kérnünk kell, magunktól nem tudjuk megtenni. Jézus példát adott nekünk a kérésre is. Hogyan is gondolkodjunk, amikor imádkozni szeretnénk? Először nézzük csak, miért is szólíthatjuk meg Istent így. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Isten olyan, mint egy szerető apa, akit mi szívből viszont szerethetünk őszintén, mert ő nagyon szeret minket, és mindenét odaadta. És szeretnénk, hogyha nem a mi nevünk lenne nagy, nem minket dicsérgetnének az emberek, hanem az Isten jóságára jönnének rá. Ezt jelenti, hogy mi is azt akarjuk, hogy az ő neve szenteltessék meg. Jézus így folytatta. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amikor azt mondjuk, a te akaratod legyen meg, akkor le tudjuk tenni a miénket, megvizsgáljuk, hogy jó-e a mi akaratunk, hiszünk abba, hogy Isten jobban tudja, mi válik javunkra, és akkor le tudunk mondani a saját akaratunkról.
Az akaratnak a hajtogatása nagyon sok vitát szül, nem mennyei jellemvonás. Mi emberek sokszor vágyakozunk olyasmire, ami káros, betegséget vagy bajt okoz, ugye? Jól tudták a gyerekek, hiszen délelőtt segítették hazatámogatni a szegény, iszákos szomszédbácsit. De Jézus még mást is mondott, folytatta anya. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Tudom, mit jelent ez, lelkendezett az egyik gyermek. Isten sem bocsát meg nekem, ha én nem bocsátok meg a testvéremnek, ugye, anya? Mindannyian mosolyogtak, de tudták, hogy ez minden emberre nézve fontos igazság. Anya, de ugye nem mindig csak kenyeret kellene ennünk. Nem ezt jelenti az imádság, ugye? Kérdezte a kislány is mosolyogva. Persze, hogy nem, mondta anyukája, tudod te azt jól. Mindenfélét, ami egészséges, és nem lehetünk válogatósak, hiszen vannak, akiknek sokkal kevesebb van, mint nekünk. Csak arra biztat Jézus, hogy naponta imádkozzunk azért, hogy legyen mit ennünk, mert ő napról napra gondoskodik rólunk. Ne siránkozzunk, ha nincs, kérjünk tőle, és legyünk becsületesek mindenben. Ő tanácsot ad, hogy mit tegyünk, és akkor lesz ennivalónk, lesz kenyerünk. Ő adta meg azt is, hogy apának és nekem legyen munkánk, hogy a keresetünkből elláthassuk a családot, és becsületesen dolgozzunk. Ezt értjük, kiáltották a gyerekek. Azért nincs apa most sem itthon. De van még egy nagyon fontos dolog, aminek a kérésére Jézus meg akart minket tanítani. Méghozzá így fejezte ki. Ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. A gonosz sátán, ugye, anya? Kérdezte csendben a kislány. Mert még rá gondolni sem szeretett. Bizony, sátán mindig rá akar bírni minket a rosszra. Ha gondolatainkban szóba állunk csábításaival, ez a kísértés, akkor legyőz minket. De Isten erősebb nála, megfékezheti sátánt. Ha mi kérjük őt erre, örömmel segít nekünk, hogy jól tudjunk cselekedni. Most már értem, akkor ezt minden nap fogom kérni én is, mondta kislánya. És mondhatom, ahogyan eszembe jut? Persze, kislányom, amikor tanítványai kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, ezeket a szavakat csak példának szánta. Nyugodtan imádkozhatsz a saját szavaiddal, de figyeld meg jól, mire tanít az Úrtól tanult imádság. Mikor a gyerekek megértették mindezt, tudták, hogy a veszekedés nem Istentől való dolog. Ezért utána buzgón kérték, hogy ne veszekedjenek, hanem tudjanak előzékenyek lenni, megérteni egymást. Isten ebben is segít. Először mindig jusson eszünkbe, hogy a hatalmas Isten színe előtt vagyunk. Ezért legyen az imánk tiszteletteljes és hálás. Gondolj csak végig, mi minden jót kaptál. Majd kérhetjük, hogy minél többen megismerjék őt, hogy az egész föld hálával érthesse meg Jézus áldozatát, amit az emberekért hozott. És csak azután forduljunk hozzá a napi gondjainknak megoldásáért, kapcsolataink javulásáért. Hiszen így szól az ige, keressétek először Isten országát, a többi mind megadatik néktek.